Sziasztok! Sok szeretettel üdvözöllek benneteket a következő szerdai frissítésünkben, amin három csinkotik pónit hoztak be, azt hiszem így kell kiejteni, de hogyha majd látom a nevüket, akkor azért már úgy remélhetőleg ki fogom tudni ejteni. Három új lovat hoztak be, amiből kettő délpatán van, egy pinta erődbe. Amit délpatán találtok, őket hetes szinttől lehet csak megvásárolni értelemszerűen, ahogy beléptek délpatára már rögtön lehetőséget kaptok, hogy az egyiket megvásároljátok, illetve pinta erődbe, amelyik van, őt már egyes szinttől meg lehet vásárolni, 700 star coinba kerülnek, úgyhogy én elég drágának tartom az a nagy helyzet. De mindegy, szóval van egy sárga Tobiano, egy Cremello és egy füstös fekete. Ha jól láttam, akkor a sárga Tobiano van itt Pinta erődben, és a Cremello és a füstös fekete van délpatán, úgyhogy most megnézzük őket, és akkor meglátjuk. Megmondom őszintén, én sokallom ezt a 700 Starcoint rájuk. Egyébként ők a Chincoteague Pony, igen, Chincoteague, így kell kiejteni ezek, Chincoteague Póni, 700 SC-be kerül, és hát mit mondjak, a Jorvik póninak az anorexiás változata szerintem, mert hogy jóval vékonyabb, de viszont cuki mozgatja a fejét. Érdekes. Jó, akkor most az lesz, gyerekek, hogy én őt most itt hagyom, és átmegyünk délpatára, megnézzük ott, hogy hogy mi a felhozatal, és akkor ennek tükrében fogok majd vásárolni egy lovat. Remélem, ezt most hallottátok, mert ez baromi hangos, tehát ilyenkor nekem visít a fülembe, de hogyha meg lejjebb veszem, akkor meg a többi hangeffektből nem hallok semmit, szóval, ja. Na. Látom, nem én vagyok itt az első. Ez igen. Tehát ő akkor a... Ez füstös fekete. Szerintem eléggé rosszul fordítanak a kedves fordítók. Na mindegy. Nem fűzök hozzá semmit, tehát van egyszer ő. Nem szólok bele, szerintem ez nem füstös, de javítsatok ki. Ez meg szerintem, hát nem hiszem, hogy... Na mindegy. Nem mondok semmit, gyerekek. Én ezt mondjuk nem mondtam volna Cremellónak. Most lehet, hogy én vagyok a hülye, de... Most mihez hasonlítsam? Tehát, hogyha most megnézem például a Cremello Lusitanót, vagy megnézem a Cremello Morgant, akkor ugye kicsit ez más. De lehet, hogy csak azért, mert más árnyalat, én nem tudom, nem szólok bele, kussolok. Tehát ők ketten vannak itt délpatán. És most már nem írják oda, hogy ők lassabbak, mint a normál lovak, mert elvileg ez nincs így. Úgyhogy... Ők ketten, ez mi? Kicsi és jó. Ja, hát ez kemény. Na jó van, gyerekek, akkor én amondó vagyok, hogy visszamegyek délpatára, mert nekem igazából a Tobiano tetszett, már ha ez nevezhető Tobianónak, mert ha már az egyik kettőt elírták, akkor én most már a harmadikra sem mondok semmit. De mindegy. Aztán lehet, hogy kiderül, hogy csak én vagyok a hülye. Ez egy rejtély. Rejtély marad. Rejtély. Na, akkor. Én úgy érzem, hogy őt fogom megvenni. Itt van még a Jorvik melegvérű is, amit itt megvásároltam. De egyébként imádom ezt a lovat, Jorvik melegvérűt. Videót még nem készítettem róla, de most már illik, úgyhogy majd lassan tervezgetem ezt is. És hát én úgy döntöttem, hogy én őt megveszem, és kap valami mini nevet, mert picike. Amúgy annyira nem látszik, tehát hogyha fölülünk rá, szerintem annyira nem lehet érzékelni, de mindegy. Mini. Na mi legyen? Mini. Inni, mini, mani, mó, kecske, szarba, lépaló. Na, mini vadász, mini hunter, mini king, mini lord. Mini ninja lesz.
Ő mini ninja, gyerekek. Bemutatom nektek mini ninját. Ez rohadt jó. És már csak azt nem tudom, hogy melyik szettet rakjam rá. Mert igazság szerint most nem igazán van ötletem, de szerintem marad ez a szett, és akkor ezt fogom rátenni. Egyébként van ezen kívül másik is, de annyira tetszik ez a felhozatal, hogy én inkább ezt fogom rárakni. És akkor hát megpróbálom megmutatni nektek a mozgását, ami remélem, hogy sikerülni fog, és nem fogok neki menni minden szarságnak. Mert hát azért ismertek, hát nekem bakizás nélkül nincs egy videóm se, hát nagyon jó, tudjátok ezt már. Valahol mindig bakizok. És szerintem nem is fér be a drága az istállóba. Vagy de, nem. Akkor melyik ló van itt előttem? Fjord, akkor Fjordra kicseréljük. Hát, bocsi aranyom, így jártál. Na, égni. Olyan cuki. Tiszta édes. Már előre félek, hogy mennyire fog kikészíteni. Ezt kidobjuk, ez nem kell. Egyébként 11-es szint után jöttem rá, hogy a Jorvik meleg vérümön még mindig az alappatkóban. Csodálkoztam, miért olyan lassú. De hát így már rájöttem, úgyhogy most már hülyén se halok meg. Nagyon úgy tűnik. Úgyhogy, ja. Na. Csekkoljuk akkor le. Nem tudom, hogy... Hát... Igazából sok különbség nincs, tehát gyakorlatilag ugyanaz a mozgása, mint a... mi a tököm az? Mint a Jorvik Póninak. Most lehet, hogy én vagyok a hülye, de szerintem gyakorlatilag ugyanaz. Mondjuk mit várok? Hát póni, póni, ez igaz. Tehát a rendes lovak között sincsen ugyan blokk annyira nagy különbség, de... De azért azt elismerem, hogy szerintem ők cukibbak, mint a Jor... Nem tudom, Jorvik pónik annyira dagik, hogy... Tudom, hogy pónik, még mielőtt már megint valaki beszólna, tudom, hogy pónik, és ilyen kis zömökek, de nem baj, jobban tetszik az anorexiás Jorvik póni változat. És beszélgettünk Lorettékkel egyébként, amikor egyáltalán szóba került ez az egész videó téma, mert ugye megnéztük ezt a videós hülyeséget, és nem tudtuk, hogy kell kimondani. Tehát én úgy voltam vele, hogy leírni se tudom, nem ám még kimondani. És akkor végül is a Google fordítóba beírtuk, és akkor jöttünk rá, hogy igazából hogy a rágomba kell ezt kimondani. De azóta rájöttünk, hogy ezt több mint valószínű úgy kell, hogy csinkotig, mert valahogy a Google fordító is így mondja ki, úgyhogy reménykedünk benne, hogy tényleg így kell kiejteni, mert én gyerekek, amióta 5 éve játszom, én nem jöttem rá, hogy hogyan kell kimondani. Olyan jó, hogy mindig belelóg ez a szar. Úgy. Hát ezt nem hiszem el! Na jó van. És megint kiírod? Na, fékezünk. Na, a fékezése tök jó. Leszállok. Fölszállok. Hallgaskodjunk még egyet. Nem is olyan rossz egyébként. Legalábbis szerintem. Úgyhogy hát remélem, hogy nem fog kiidegelni, meg a pokolra küldeni. Jaj, tudom, mit nem mutattam még meg nektek. A sörény kinézeteit, bár nem hiszem, hogy meg fogom változtatni. Jaj, az anyádnak dudáját. Szóval nem tudom, hogy én meg fogom-e változtatni, mert Jorvik Póniknál szerintem hülyén néz ki, be van bogyózva. Viszont ő ilyen kis vékonka azért szerintem lehet, hogy neki még talán jól állna a bogyózott, vagy az ilyesmi. Mutatom hátulról is, így néz ki hátulról. A bogyózott az egész korrektül néz ki. Na, ezen még gondolkodok. Vagyis hát a fonott inkább úgy mondom. Új, de hosszú! Aha, tehát ez a fél hosszú, hogy úgy mondjam. És ez meg akkora teljesen hosszú. Aha. Mondjuk nekem a bogyózott az jobban tetszik, de egyelőre így hagyom, mert nem tudom még, hogy én pontosan hogyan is szeretném. Úgyhogy egyelőre így hagyom. És hát gyerekek, ő volt a csinkotik póni. Én kíváncsi vagyok a véleményetekre, mert mindig kíváncsi vagyok.
És nem tudom, nekem jobban tetszenek, mint a Jorvik pónik, pont azért, mert nem olyan kis dagadtak, hanem azért valamilyen szinten kicsit véznába. Úgyhogy nekem ők jobban elnyerték a tetszésemet. Írogassatok neki becenevet, kíváncsi vagyok, hogy milyen becenevet adnátok neki. Én még gondolkodom rajta, neki mindenképpen lesz beceneve. Majd kitalálok valamit, ha más nem, akkor az edzés alatt majd csak ráragad valami. Azt meg majd úgy is közzé fogom tenni, hogyha olyan van. Úgyhogy írjátok meg a véleményeteket vele kapcsolatban, hogy mit gondoltok. Tolatást még közben megmutatom, így megy hátra. Hátra se néz, még a... semmi. Ő csak így ovakom. Ő így megbízik bennünk. A forgatja a szemeit. Ő így megbízik bennünk, hogy nem is néz hátra, mert tudja, hogy mi jó irányba vezetjük. Úgyhogy ennyit szerettem volna nektek a mai videóba közölni, illetve mutatni. Az árukat kicsit sokallom. Tehát szerintem a 700 Starcoin az elég sokra sikeredett, de mindegy, ezt mindenki maga eldönti, hogy szerinte drágább-e vagy sem. Úgyhogy írjátok meg a véleményeteket a frissítéssel kapcsolatban is, hogy ti melyik lovat vettétek meg, vagy fogjátok megvenni, vagy szeretnétek megvenni, melyik tetszik, stb. És köszönöm a figyelmet. Tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!